Szeretettel köszöntünk a Vasas csapatában Rodenbücher István, aki fél éve érkezett kölcsönbe az MTK-tól. Hogyan érzed magad így az első napokban, ugye egy hete vagy itt a Vasasnál? Nagyon jól érzem magam a csapatnál, és igazából meg kell köszönjem a lehetőséget, hogy végre játék lehetőséget kapok. Utolsó pillanatban keresett meg engem a Vancsó Miklós úr, és nagyon szívesen jöttem, és örülök, hogy játék lehetőséget kapok, és szeretnék élni a lehetőséggel. Ugye a pályafutásod ugye kisgyerekkorodtól fogva majd, hogy nem, az MTK-hoz kötődött, bár szekszárdi kötődésű vagy. Esetleg ezekből az évekből megemlítenél olyan nevelőedzőt, akinek sokat köszönhetsz? Hát én nagyon sok edzőm volt pályafutásom során, főleg a serdülő és ifjúkoromban. Nagyon sok jó edzővel dolgoztam. Nem szívesen emelnék ki senkit, de nagyon sokat köszönhetek például még Szekszárdról Kalász János bácsinak. Itt az MTK-nál tényleg szinte évente, fél évente új edzőm volt, de szerintem akinek nagyon sokat köszönhetek, az Szalai László, illetve Teodoro Vasilis. Ugye eltöltöttél kb. 13 évet az MTK-nál, aztán ugye jött egy év a Ferencvárosnál, utána 3 év Pápán, és akkor most 2014 nyarán ugye visszakerülhettél az MTK-hoz. Itt viszont úgy tűnik, hogy a fiatalitás áldozata lettél. Milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban? Hát vegyes érzéseim vannak. MTK-ban nőttem fel, 14 éves korom óta MTK-s voltam, egész 26 éves koromig. Igazából ott lettem első osztályú játékos, ott is Józsbárt nagyon sokat köszönhetek. Utána egyéb okok miatt továbbálltam, megpróbáltam magam egy nívósabb, erősebb csapatba. Úgy érzem, a Ferencvárosban akkor egy nagyon jó csapatunk volt, és azon keresztül egy jó eredményt értünk el. Utána sajnos ott is edzőváltás, csapatba jöttek, mentek a játékosok, és kevés lehetőség, ilyen inkább tovább mentem Pápára. Ott is eltöltöttem 2,5 évet, helyek közben voltak jó és rossz dolgok is. Igazából ott a kiesés ellen küzdöttünk mindig, de voltak olyan fél éveink, amikor benn voltunk az első 8-ba is. Visszatértem az MTK-ba februárba, ott is többek között az anyagiak miatt, mert ott kisebb-nagyobb zűrök voltak Pápában, ami azóta már rendeződött, de nagyon szívesen jöttem vissza az MTK-ba. Itt a tavaszi szezonban még, amikor a kiesés ellen küzdött az MTK, még megbeszéltük Józsibával, hogy igazából nem leszek standard játékos, de amikor tudok, segítsem a csapatot. Így is történt, 6-7 meccsen, amikor valaki kiesett, ott sérült volt, akkor a csapat hasznára voltam. Most pedig nyáron sok új játékos bővült a keret, és inkább a fiataloknak szabad bizalmat. Én megkaptam egy lehetőséget a Vasastól, és szeretném minél jobban kihasználni. Ugorjunk meg vissza a 2002-2004-es időszakra, amikor ugye a Bodajkon töltöttél 2 évet, ugye ami tulajdonképpen mondhatjuk így, hogy az MTK-nak egy fiók csapata volt, akik akkor az NB1B-ben, illetve először az NB2-ben, utána az NB1B-ben szerepeltek. Van egy érdekes találkozó pont így a Vasas és a Bodajk csapatával. Ugye 2003-2004-es bajnokságban, amikor a Vasas és az NB1B-ben szerepelt, akkor játszottunk ugye 2 mérkőzést, te is játszottál azon a 2 mérkőzésen, és ugye még egy gondolat, hogy nekünk nagyon emlékezetes a 2004 tavaszi bodajki mérkőzés, mert ott dőlt el, hogy a Vasas ismét az első osztályban lehet. Hogyan emlékszel vissza erre a 2 mérkőzésre? Hát először is az egy MTK-t, hogy nagyon jó kezdeményezés volt, hogy akkor 19 évesen, 20 évesen nem az ifjú bajnokságot koptattuk, mert azért a mi csapatunk az igazából az egész utánpótlás válogatott nálunk volt, és megpróbáltak emelésintok minket harmad, illetve másodosztályba. És azt szeretném emelni, hogy akkor az NB1B-be az egy nagyon erős másodosztály volt, többek között Vasas, Honvéd, Nyíregyháza, Kaposvár, és sorolhatnám a mostani NB1-es csapatokat. Hát a Vasas elleni 2 találkozó, nyilván mi, mind MTK-s fiatalokként az ilyen meccsekre talán jobban is készültünk, mert azt tudtuk, hogy ez a Vasas is, meg a Honvéd is, ez egy NB1-es múltal rendelkező csapat, és nyilván mi is szerettük volna megmutatni, hogy ha bár 20 évesek vagyunk, de van helyünk az első osztályban, és mi utána, hogy a Vasas fölkerült, mi is az akadémiáról akkor egy 5-6-an a következő szezonban mi is már az MTK-t erősítettük. A múlt héten Újpesten a Liga Kupa mérkőzésen, ugye az első fél időben védekező középpályást játszottál, ha jól érzékeltem. Ugye a második fél időben pedig Szanyó Károly vezetőedző, ugye a közép hátvéd posztjára tett. Utána pedig már itt a hazai ajkai győzelemen aktív részese voltál közép hátvédként. Melyik posztál hozzád közelebb?
hol érzed magad jobban, véleménye szerint az adottságaidhoz melyik posztál jobban? Én igazából belső védő vagyok, meg az is áll hozzám a legközelebb. Csak az utóbbi időben játszottam védőt is, védekező középpályást is, és megbeszéltük a Karcsival, hogy megpróbál itt is, ott is, de ő is mondta, hogy teljes mértékben a belső védő poszton számol rám, ha esetleg valahova azt tudna tenni, akkor megmondta, hogy oda esetleg, hogyha nincsen más, de mondta, hogy belső védőként számít rám, és hogy hosszú távon úgy számol velem, hogy ott fogok játszani. Nem volt lámpalázod most az Ajka elleni mérkőzésen? Természetesen nem. Lejátszottam már egy pár első és másodszor mérkőzéset, semmiképpen nem. Én úgy érzem, hogy sikerült a csapatban hamar beéleszkednem, úgyhogy a társak is elfogadtak, és úgy érzem, hogy ez a könömentes volt a beéleszkedés. Hogyan készülsz a Kaposvár elleni mérkőzésre? Hát ugyanúgy, mint az eddigiekre. Betartjuk az edző utasítását, és nyilván mindig győzelemben játszunk. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok itt a Vasasnál, és nem csak fél évet, hanem reméljük, hogy több évet is itt töltesz nálunk. Köszönöm szépen. A hétvégén pénteken ugye Kaposvárra látogatunk. Grósz Tamás nélkül valaha a Kaposvár kezdőcsapata elképzelhetetlen volt. Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Hát vannak pozitív élményeim is. Az eltöltött 5 év alatt azt mondom, hogy az utolsó fél év nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Az előző 4,5 év az csodás volt. És hát nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, és úgy érzem, hogy nagyon jó csapatunk is volt minden évben. Amikor egy csapat Kaposvárra látogatott, véleményed szerint milyen nehézségekkel kellett megküzdenie? Tehát ugye a helyi közönségre gondolok akár, vagy a helyi közeg? Jó csapatunk volt, egységesek voltunk, és úgy érzem, hogy otthon soha nem kellett tartanunk senkitől. Bár már beszéltünk róla, de mennyire ismered a mostani Kaposvár csapatát? Hát a mostani csapatból körülbelül 2-3 embert ismerek. Annyira kicserélődtek, amióta eljöttem, hogy több játékos nem ismerem. Ugye Rodenböker István érkezésével hogyan érzed, mennyire stabilizálódott esetleg a védelmünk? Hát erősödtünk vele, az mindenféleképpen. Így van, de úgy érzem, hogy a Tamás Laci is megoldotta a feladatát, nem volt vele se probléma. Mire számíthatnak a Vasas szurkolók most pénteken a Kaposvár ellen? Csak győzelemre. Úgy legyen. Köszönöm.